Kezdjük talán a számokkal. Ugye volt egy kis kavarodás itt, ez a 27. Flóra Virágfesztivál, és tulajdonképpen 30 hány éve, hogy ez létrejött? Nagyon könnyű itt találni. 82-ben volt az első, és akkor, ha jól számolunk, akkor most 32. Igaz, hogy vannak, akik nem jól tudnak számolni, de hát ez legyen az ő gondjuk. Kezdjük akkor a legelején, mondjuk a legelsővel. Az ön ötlete volt ez a fesztivál, ha jól tudom. Igen, hát akkor ez nagyon bizarr ötlet volt, mert Magyarországon Győrbe volt egy másik virágkiállítás, és az is eléggé haldoklott, és amikor előálltam vele a kollégáknak, hogy kéne valamit csinálni, akkor nagyon úgy voltak vele, hogy hát úgy húzták a fogukat, de nem akartak nemet mondani. És én ezek a kollégák kik voltak, helyiek? Nem, ezek ugye én akkor már ebbe az időszakba a Magyar Kertészek Országos Egyesületének az elnöke voltam, és ilyen szinten a kollégák, ugye, akikkel beszéltünk. Volt egy rész, aki teljesen mellém állt, és azoknak volt igazuk, én úgy érzem. És a keceliek is ön mellé álltak annak idején? Egyértelmű, igen, sőt a helyiek, tehát az itteni, ha szabad nevet ilyenkor mondani, ugye az udvarhelyi Pista bácsi, aki ennek az intézménynek az igazgatója volt, első szóra azt mondta, hogy mindenben segítenek, amikor mondjam, hogy mit csináljanak. Tehát akkor még nem voltak az első évben, ugye, hogy meg lehetett volna kamerával rögzíteni, utána már a következő években voltak, mindenki tette a dolgát, szinte azt várták, hogy ki mit csináljon. Tehát az egy élvezetes rendezvény volt. Igaz, hogy új dolog volt, sok mindent ki kellett találni, de én azt hiszem, hogy folyamatában most itt a végeredmény. Én épp azt akartam kérdezni, hogy a Keceli Virágfesztivál az a győri mintájára kezdődött, vagy teljesen új alapokra épült? Egyáltalán semmi köze. Nem a győr mintájára, teljesen újat alkottunk, mint ami ugye sokan várjonak azzal, hogyha valamit kezdek csinálni, soha nem jó, amit előtte csináltunk, újat kell csinálni. Igen, tehát ami egyszer elindult és jó, azt meg kell tartani, de ha újat csinálunk, akkor ne egy kaptafára, az legyen más. A diákok munkái az, ami minden évben gyönyörűek, és rettentően fontos dolog, hogy itt megmutathassák magukat a diák virágkötők. Ez kezdetektől van így? Tehát első évben nem volt, a következő évben úgy volt, hogy a minisztérium nem járult hozzá, de akik a minisztériumban hozzánk kellett volna járulni, azok segítettek megcsinálni, megszervezni a diákokat, mert akkor még nem szabad volt, hogy lejöjjenek Keszelre. Hasonlítsuk össze az első kiállítás kiállítóit a mostanival. Tehát körülbelül mennyivel növekedett a számuk, biztosan nagyon sokkal. Na most én másként fogalmaznám. Az első kiállításon is voltak nagyon szép számmal kiállítók. Ami különbség, tehát most a különféle segédeszközök, ugye, amiket használunk a kiállításokon, abban az időben még ezek nem voltak. Mire gondol? Mindenre. Ott ugye volt egy váza, adva volt a virág, adva volt egy asztal, amire rá lehetett rakni. Egy kicsikét próbáltunk játszadozni a magasságok egyebekkel, de kellékekkel nem tudtunk játszadozni. Ez folyamatában nőtte ki magát. Ha valaki visszaemlékszik arra az időszakra, amikor a hollandok vagy az egyéb nagy világcégek bent voltak, ők kezdték behozni az első, mondjam azt, hogy szemnek gyönyörködtető kellékeket, egyebeket, és onnét indultak el a változások. Tehát ha egy ilyet átgondolunk és tudatosan, szakmailag megnézzük, akkor behoztunk egy teljesen új technológiát, ami nagyon gyorsan terjedt Magyarországon. Ha most itt körbenéz a kiállításon, büszke arra, amit alkotott? El kell gondolkozni. Én azt hiszem, hogy mindenféleképpen, mert a 32 év ez mond valamit. Én úgy érzem, hogy ami most itt látunk, nagyon jó minőségű növényanyaggal, azok a kollégákat, mert mondhatom így, akik itt vannak és csinálják most, jó szakemberek, tehát minden megvan ahhoz, hogy ez továbbra is megmaradjon, és ahogy ugye elhangzott a megnyitóba is, hogy még 32 év meg egyebek, én azt hiszem, hogy benne van, ha helyi akarat megvan, és megvan egy másik akarat, akkor biztos, hogy fennmarad tovább.
akik rendszeresen követik a Keceli Flóra Virágfesztivált, azok tudják, hogy mik azok a hagyományos dolgok, amiért érdemes ide eljönni. Akkor inkább most beszélgessünk arról, hogy milyen újdonságokkal vártátok 2014-ben a látogatókat. Az idei évben 20 éves a Keceli Borrend, és ők jelezték még a nyár folyamán nekünk, hogy szeretnék itt a sportcsarnokban a virágok között megünnepelni a szombati napon ezt a kerek évfordulót. És innen jött az ötlet, hogy a sportcsarnokban a nagy színpad, amit csak a megnyitó idei alatt szokott bent lenni, ide most bent hagynánk a 3 nap alatt, és ide mindenféle színes programot kitalálnánk. Ezek között zömében olyanok vannak, amik a virágokhoz kapcsolódnak, tehát a Gombás Attila virágkötészeti bemutatója, Kalmár Benedeknek akasztorral a tökfaragó bemutatója, illetve lesz Halmos Mónika ehető virágokról szóló előadása, és ezen túl, hogy kitöltsük ezt a 3 napot, még helyi fellépők, keceli gyerekek, Keceli gyerekek műsorát láthatják majd az ide látogatók. Az idei évben a témánk a kert, tehát a fő téma, amit minden évben a kötők, keceli kötők kötnek, az most a kert, illetve a fazekasoknál is a kert, tehát ezért alkalmazkodtunk egymáshoz, és Kovács László fazekasmesternek a nagyszerű ötlete alapján itt is kertet csináltunk a sportcsarnokban, és ehhez próbáltunk olyan programokat még társítani, amik érdekesek, ehhez kötődnek, és részben kötődnek, részben más vonatkozásban új ötletek. Ilyenek a Burger Éva virágkötőnek a standja, aki vállalta azt, hogy a 3 nap ideje alatt úgy rendezi be a standját, mint egy virágkötő műhely, és ő itt kötni fog. Tehát a látogatóknak mutatja ezt, hogy dolgozik egy virágkötő a műhelyében. Őt a 3 nap alatt meg lehet találni, tehát kisebb szünetekkel ő a standján, a sportcsarnok közepén tart bemutatót. Csatlakozott hozzánk a Magyar Posta. A mi ötletünk volt, hogy alkalmi bélyegzést csináljunk itt a rendezvény idején a 3 nap alatt. Készült új keceli képeslap, 2 keceli képeslap közül lehet választani, és a Magyar Posta munkatársai ide, a keceli hivatal munkatársai ide kitelepültek, és az alkalmi bélyegzőnket, amit Benedek Imréjék készítettek, azt a látogatók magukkal is vihetik a képeslapon, illetve föl is adhatják és elküldhetik innen. Karácsonyi képeslapokat is árusítanak az ünnepre készülve, illetve a keceli képeslapot lehet megvásárolni. Aztán új ötlet még, hogy a Kecskeméti Rózsa Hölgyekkel összetársulva a Virágkötő Egyesület és Kecelváros önkormányzata úgy gondolta, hogy mivel ugye az idei évben is kevesebb iskola és kevesebb diák van már nehezebb gazdasági körülmények miatt a versenyen, ezért arra gondoltunk, hogy minden versenyben résztvevő iskola egy olyan virágkötőt beterjesztetett egy jótékonysági gyűjtésre, ahol ezek a tanulók szorgalmasak, vagy közösségi munkájuk kiemelkedő, de kértük azt, hogy ha erre több tanuló is alkalmas lenne, akkor mindenképp a szociális rászorultság alapján döntsenek, és a Kecskeméti Rózsa Hölgyek ebben partnerek voltak, és azt hiszem, hogy itt a hátam mögött látható, hogy berendeztek egy standot, ahol folyik ez a gyűjtés, ők ott rózsateával várják a vendégeket, illetve rózsa látható a standjukon, és aki hozzájuk betér, és adományt tud szenni erre, és adományt dob a ládikájukba, egy kis rózsateával megvendégelik. Azon kívül még ami újdonság az idei rendezvényünkön, hogy kültéren gondolkodtunk abban, hogy milyen program lenne az, ami esetleg férfiak érdeklődésére is jobban számot tartani, mert ugye a virágot azt elsősorban itt a hölgy látogatók itt többségben vannak, és arra gondoltunk, hogy legyen nekik is valami, sok minden fölmerült, és végül a Gruber Károly kollégámnak a nagyszerű ötlete alapján az utolsó pillanatban, amikor már a Mikulás fogatot is elhelyeztük egy másik helyre, hogy ott mi valamit akarunk csinálni, ez egy kézilabda pálya, az utolsó pillanatban neki támadt ez az ötlete, hogy keceli gyártmányú munkagépeket mutassunk be, mert hogy sok minden van itt a csettegőtől kezdve, amit fő a terem közepén fő témaként is látható, és a Kecel Kertészeti Kft. Dolgozói körbedíszítették. Tehát csettegő is, traktorok is, akkor munkagépek, amiket a keceliek használnak, és az ő találékonyságuk révén ez itt Kecelen meghonosodott, ilyeneket mutatunk be kültéren. Nagyon örülünk neki, hogy virágkiállítónk is sokkal több van, mint az előző években, és a kék iskola épületében az egész földszinten virágkiállítók vannak, úgyhogy reméljük, hogy itt most mindenki talál magának akár hasznos programelemet, akár érdekes dolgot, és reméljük, hogy mindenkinek tetszik, amit látnak.